Pataki István, okleveles gépészmérnök. Pataki István vagyok, gépészmérnök, energetikus, és az energiaiparban éltem le az egész életemet, az egész pályafutásom az energiaiparhoz kötődik. Gyerekkorom egy meghatározó ideje volt, amíg édesapám Nigériába, mint civil mérnök dolgozott. Egyébként Nigériának volt még egy érdekessége, hogy nekem olasz a nagyanyám, aki római katolikus volt, és nagyon erőltette a vallási nevelést, és Nigériába, amikor gimnáziumba kerültem, másodikos gimnázistaként, akkor ott kötelező volt az iszlám oktatás. És panaszkodtam édesapának, hogy ez nekem minek, azt mondta édesapám, hogy fiam, ettől csak gazdagabb leszel. És akkor már gyerekkoromban találkoztam a vallásoknak a rettenetes hasonlóságával. Hát ez nem a szakmai rész. Feleségem évfolyam társnőm volt. Érdekes volt akkoriban a gépészkar, mert nagyon kevés lány volt rajta, de én egy évfolyam társnőmet vettem el feleségül, és két gyerekünk van, mind a két gyerekünk gépészmérnök. Az egyik az repülőgép szakember, a másik az az apja vonalát követte, és energetikus mérnök. A pályafutásom során gyakorlatilag az íróasztal mind a két oldalát betöltöttem. Voltam tervező, vállalkozó, és akkor az élet úgy hozta, hogy átkerültem az íróasztal másik oldalára, és hatóság vezetőjeként. Ez 2003-ban történt, amikor 2004-ben Magyarország belépett az EU-ba, és akkor az akkori kormányzat úgy ítélte meg, hogy szüksége van egy olyan emberre, aki jól beszél angolul, hiszen egy nigériai, amerikai gimnáziumban végeztem a gimit. Szakmai múltja megvan, van valami elismertsége, és semmiféle politikai háttere nincs. Ezért lettem én ez az energiahivatalnak a elnök helyettese, felkészítve a brüsszeli csatlakozást. Akkor 17 tagországa volt az EU-nak, és 10 ország csatlakozott. És a véletlen úgy hozta, hogy ez a bizonyos rangos hatóság Brüsszelben, a CER, ennek egy angol elnöke volt, Sir John Mogg, és amikor először találkozott a 17 fős régi csapat, meg a új 10 fős új csapat, az első üléseken kiderült, hogy az összes tagországnak a energiahivatalának a vezetői, azok vagy jogászok, vagy közgazdák. Én voltam az egyetlen mérnök a csoportban, jól beszéltem angolul, Sir Johnnal nagyon jó viszonyba kerültem, és azt mondta, hogy István, én nagyon szeretném, ha te lennél a másik elnök helyettes, mert folyamatosan gyakorlatilag egyetlen embernek ebből a csoportból érteni kellene azt, hogy műszakilag, fizikailag mi történik. És mondtam, hogy John, ez itt, ha jól tudom, ez egy demokratikus választás. Azt mondta, hogy csak ne aggódjál. Ez volt az első ismeretségem az EU-ba, és 2003 végén, illetve 2004 elején én már a CER-nek az elnök helyettese voltam. Ez egy nagyon-nagyon érdekes feladat volt, mert készítettük a workshopokon a direktívákat, és gyakorlatilag ezeket a direktívákat hazajöve, mint a Magyar Energiahivatal elnök helyettese az EU jogszabályok szerint, azokat implementálni kellett. Ez egy óriási nagy lehetőség lett volna az akkori hatalomnak, de úgy vettem észre, hogy a hatalom nem nagyon szereti, hogyha valaki az ő hozzájárulása, engedélye nélkül előre lép,
Tehát ez egyáltalán nem volt kihasználva, hogy én a CIA-nak az elnök helyettese voltam 4 évig. Tehát ez 2 éves mandátumok voltak, és egyszer meg is hosszabbítottak. A dolog ott kezdődött, hogy megkaptam a nagypapának a szerszámait, és gyerekként, és nagyon-nagyon szerettem barkácsolni. És a szüleim indítatására is, természetesen édesapám is a műegyetemen végzett, de ő civil bérnökként, és beiratkoztam a gépészkarra, és ennek az volt az alapvető indítatása, hogy nagyapám, aki ugyanazt a nevet hordta, mint én, Pataki István volt, és ő a Heller professzor úrral együtt, annak idején együtt építették az Ajkai erőművet, a Magyar Királyi Államvasutak megbízásából a Budapest-Bécs vasútvonal villamosítását szolgálta az Ajkai erőmű, ahol az én nagyapám a távszivattyú rendszert és a hidraulikai rendszert szállította, és az ő megrendelője volt a Heller László, az akkori energetikai vállalkozó. Ez volt Magyarország első villamos erőműve. És a Heller prof utána a műegyetemre ment, és nagyon-nagyon sokáig professzor volt, és a szocializmusban megvolt az a érdekesség, hogy ugyan államosították a Hellernek a vállalkozását, ebből lett az Energiagazdálkodási Intézet, és úgy történt, hogy az Energiagazdálkodási Intézetnek ő megmaradt a műszaki vezetője, és másodállásként a energetika tanszéknek volt a vezető professzora. És az évfolyamból a számára megfelelő embereket szépen egyenként elvitte az Energiagazdálkodási Intézetbe. A harmad éven én is kaptam a professzor úrtól egy felszólítást, hogy legyek az Energiagazdálkodási Intézet ösztöndíjasa, és ez volt a pályának az eleje és az indítatása. Hát az Energiagazdálkodási Intézetbe bekerültem, mint kezdőmérnök, és valahogy úgy éreztem, hogy kedvelnek az ottaniak és segítenek. Az akkori főmérnök az nagyon-nagyon szerette volna az én pályafutásomat tolni, de nagyon tetszik az önök hozzáállása, hogy abszolút politikamentesen, és én is abszolút politikamentesen próbáltam meg leélni az életemet pártoktól távol, viszont az akkori szocializmusban az egy szabály volt, hogy párton kívüli nem viheti följebb, mint főosztályvezető helyettes. Nagyon gyorsan elértem a főosztályvezető helyettesi rangot, a Energia RAC főosztálynak, ahol voltam a főosztályvezető helyettese, rettenetesen sok projektet vihettem, és voltak saját gondolataim, akkori életben az úgy volt, hogy a szabadalmakat azt a cég fizette, és a cég volt a tulajdonosa a szabadalmaknak. Amikor az Energiagazdálkodási Intézetet privatizálták, akkor nekem már 10 szabadalmam volt, és gyakorlatilag azt nevezem én Isten igazába szabadalomnak, ami legalább egyszer implementálva van az iparba, és bizonyítja, hogy működik. Gyakorlatilag ez egy úgy érzem, hogy ez egy szakmai siker, hogy a piac megvette ezeket a gondolatokat és kipróbálta. A rendszerváltás pillanatában létrehoztam egy céget, 5 évfolyamtársammal együtt, ez volt az Energopenta Kft. És a hosszú neve a cégnek az kifejezőbb, Erőművi Mérnök Szolgálati Kft. Volt a neve, és észre se vettük, hogy húz minket fel az ipar, és a 5 fő tulajdonosnak gyakorlatilag ez 5 tankörtárs volt, és az energiaiparnak a különböző területeit ölelte fel,
az volt az óriási siker, hogy néhány éven belül ez egy 65 fős, akkoriban félmilliárdos forgalmú cég volt 5 éven belül. Sajnos aztán jött a erőművek privatizációja, mi csak az erőművekkel foglalkoztunk és azoktól fogadtunk el megrendelést, és amikor jött a híre, hogy privatizálva lesz az egész magyar energiaipar, akkor én arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű lesz külföldi tulajdonosok. És ez egy hatalmas csalódás volt, mert a külföldi tulajdonosok, mint nem szakmai befektetők, semmire nem gondoltak, csak a megvásárolt erőműveket addig hajszolni, míg az összes pénz ki nem jött belőle, és mindent otthonról rendeltek, még a csavarhúzót is, semmi, nem bíztak a magyar iparba, és ez okozta ennek a kis cégnek az összeomlását. És utána mentem a energiahivatalba, már gyakorlatilag az Energopentok Kft. Is jó nevet szerzett nekem a piacon, és gyakorlatilag az energiahivatal utolsó éveibe gyakorlatilag akkor búcsúztam el a szakmától, és akkor mentem nyugdíjba. Szóval, mint azt korábban említettem, egy évfolyam társat vettem el feleségül, akivel ma is boldog házasságban élünk, Idesztóva 77-hez képest már a 42. esztendeje, és egy szóbeli megállapodást kötöttem a feleségemmel a házasságkötés után, hogy a születendő gyermekeket ő fogja szeretni, és én fogom nevelni. És ezt gyakorlatilag a feladat bekövetkeztéig, ezt tartottuk is, ezt a megállapodást, és én egy elég kemény fater voltam annak az eredeti értelmében. Amikor a gyerekek elérkeztek a gimnázium harmadik évébe, én rotarista vagyok, a Rotarynak vagyok a tagja, és elküldtem a gyerekeimet, mind a kettőt Amerikába, hogy ott érettségizzenek le. Ha már ezt a Rotary nem várta el, de én elvártam tőlük, hogy ott ők beérettségizzenek, azért, hogy az angol nyelvet jól megtanulják. Az én életemet is rendkívüli módon befolyásolta a nyelvtudás, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan előny, amit muszáj megadnom a gyerekeimnek. Akkoriban egy harmadikos gimnazista gyereket kiszakítani a közösségéből elég nehéz, nem nagyon akartak menni, és utána jött a még nagyobb gonoszság. Az egyetemnek a harmadik évébe elküldtem őket a Erasmus programon belül azt a szakmát, amit az egyetemen tanultak, Németországba egy évig gyakorolni. Ennek természetesen az volt a hátterébe, hogy németül is tanuljanak meg. De akkor már megjelentek a srácok életében a csajok, azokat itt kellett hagyni, nem volt egy egyszerű dolog, de elég kemény papa voltam ahhoz, hogy én ezt végigcsináljam a gyerekekkel. És amikor elkezdték az életüket, megszerezték a diplomájukat, elhelyezkedtek, akkor történt egy ilyen töredelmes vallomás, hogy ezt ők annak idejében nagyon nehezen viselték, de az eredményeket látva most már beismerik, hogy jól tettem. Érdekes módon a saját házasságomat is úgy éltem meg, hogy gyakorlatilag két családi kultúra, ami nem feltétlen, hogy azonos kell, hogy legyen, ezek valahogy összecsiszolódnak az élet során, és akkor ugyanezt láttam a gyerekeimen is, hogy nincsen az országban két azonos családi kultúra, mindig két különböző kultúrának kell valahogy összecsiszolódni. Úgy érzem, hogy a gyerekeim azok bizonyos mértékben példát vettek arról, hogy mi nem váltunk el, és gyakorlatilag ugyanabban a házasságban élünk, ugyanabból az alomból vannak a gyerekek, és a nagyobbik gyerekemnek a gyermeke az most 6 éves, a két évvel kisebb fiamnak a nagyobbik gyereke az már 10 éves. A 10 éves az unokám, 10. éves.
és azt mondom, hogy akkor már 11 éves házasság után ezt úgy lehet felfogni, hogy akkor ez egy hosszú távú házasság lesz. És mindazonáltal, hogy a családi kultúrák nem egyformák, az összecsiszolódás az a legfontosabb, és a másiknak az elfogadása nekem, mint nagyszülőnek is el kell fogadnom, és boldogan el is fogadom, hogy nem feltétlenül ugyanolyan gondolkodásmódúak, mint én.